Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. Az iPhone 12, a 12 Pro, illetve a Mini után ideje beszámolni az idei legnagyobb és legjobb modellről, az iPhone 12 Pro Maxról, és itt tényleg van miről beszélnünk, ugyanis kamerákban is jobb lett a Pro-nál, illetve az üzemidő is itt a legjobb az idei felhozatalban. Az első iPhone 12 tesztemnél úgy fogalmaztam, hogy mivel a 12 sokkal, de sokkal jobb lett, mint ami a 11 volt, valószínűleg ez lesz az idei év legnépszerűbb modellje, illetve aki a legjobbat szeretné, amit jelenleg az Apple nyújtani tud, vagy akar, annak ott van a Pro Max. Na meg itt van ugye a Mini is, szóval a lényeg, amit mondani akarok ezzel, hogy a 4 modell közül szerintem a 12 Pro így a leggyengébb láncem, hogyha lehet így fogalmazni, legalábbis én így látom. Ez igazából már a harmadik videó az új iPhone-okról, sőt, ha az unboxingot is beleszámítjuk, akkor a negyedik. Szóval most már biztos vagyok abban, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy mi van a készülékek dobozában, ami ugye itt kimerül egy matricában, illetve egy USB-C Lightning kábelben. Az iPhone 12 minivel kapcsolatban az egyetlen dolog, amire kíváncsi voltam, az az, hogy hogyan bírja üzemidőben, minden mást igazából ismertünk az iPhone 12-ből, a 12 Pro Max viszont rendhagyó módon nem csak méretben és ezáltal üzemidőben tér el a többiektől, de kamerákban is itt kapod meg a legjobbat, erről picit később. Maga a design igazság szerint nem szorul magyarázatra, gyakorlatilag ugyanazt kapjuk itt is, mint az iPhone 12 Pro-nál, hozzám a Silver verzió került, aminek csak a kerete ezüst, és ugye ez rozsdamentes acél és fényes. A hátlap pedig inkább fehér, bár bizonyos fényviszonyok mellett fel tud venni ilyen világos ezüstös árnyalatot. Bárhogy is nevezzük, szerintem nagyon jól néz ki, bár itt is azért sajnálom, hogy a keret nem lett matt felületű. A Minit kb. 2 napig használtam, és tényleg elképesztő volt a méretbeli különbség, amikor beleraktam a kártyámat a Pro Max-ba, ugye 5,4 hüvelykről 6,7 hüvelykre ugrottunk. Ez egyébként az eddigi legnagyobb kijelzővel felszerelt iPhone, ugye a tavalyi 11 Pro Max is csak 6,5 hüvelykes volt, ám fizikailag mindössze ez a modell 1-2 mm-rel nagyobb. A kijelző egyébként fényerőben és minőségben pont ugyanolyan jó, mint a 12 Pro. A nagyobb méret azt is vonja maga után, hogy a kijelzőn több mindent látsz, hogyha mondjuk elforgatod, akkor bizonyos alkalmazások tabletes módban jelennek meg, például beállítások vagy Messenger, illetve ez azt is jelenti, hogy a Pro Max picivel jobb hangszórót is kapott. Összehasonlítva a sima 12 Pro-val azért hallható a különbség. Nyilván, hogyha nem egymás mellett hallgatod, akkor a 12 Pro is remek, de egymás mellett hallhatóan jobb a 12 Pro Maxé. Itt is ugyebár az Apple A14 Bionic dolgozik, és hasonlóan a Pro-hoz 6 GB RAM-ot és 128 GB alaptárhelyet kapunk, de hogyha ez esetleg nem lenne elég, akkor van 256 és 512 GB-os modell is, nem kevés felárért. Amiről itt beszélnünk kell, az a kamera, ugyanis ebben is megkülönböztette az Apple a Pro Max-ot a Pro-tól. Mindhárom kamera továbbra is 12 megapixeles, de hogyha már nagyobb a kihasználható hely itt a készülékházon belül, akkor nagyobb a főszenzor, méretileg majdnem 50%-kal nagyobb a Pro Max szenzora, mint a Pro-é. Ez azzal jár, hogy sötétben sokkal több fényt képes befogadni, és kisebb lesz rajta a zaj, illetve az optikai stabilizátor itt nem magát a lencsét mozgatja, hanem az egész szenzort, ami stabilabb felvételeket ígér. A széleslátor egyébként teljesen ugyanaz, de a telefotó lencséjén mondjuk változtattak, a szenzor maradt, de most már 2,5-szeres optikai zoomra van lehetőség 2-szeres helyett, bár nem hiszem, hogy pont emiatt váltanának rá az emberek. Nappal jó fényviszonyok mellett a nagyobb szenzor nem igazán fog meglátszódni, ugye azonos a színvilág, azonos a dinamika, és szinte minden egyéb, viszont hogyha sötétben veszük elő, ahol kevesebb fény érheti a szenzort, na ott brillírozik igazán a 12 Pro Max. A szobában teljesen besötétítettem, ilyen egy fotó éjszakai mód nélkül, viszont ha rádobom a 10 másodperces éjszakai módot, akkor ilyen a kép a 12 Pro-val és a 12 Pro Max-szal. Innen talán nem igazán vehető észre, de hogyha ráközelítünk, akkor látszik, hogy a Pro Max a fókuszt is jobban eltalálta, illetve a szenzor miatt a zaj is sokkal kisebb a fotón. Ez azért látványos eltérés. Kipróbáltam a sensor-shift stabilizálást is séta, illetve futás mellett is, előbbinél alig vehető észre a más jellegű kiegyenlítés, Viszont futásnál minthogyha a Pro Max nem lengene annyira ki, mondjuk egyszerre volt a kezemben a két telefon, lehet, hogy a kézmozgásom volt más, bár igyekeztem egymás mellett tartani őket, de így a gyakorlati példákon keresztül nem igazán vettem észre a nagyon nagy különbséget a két megoldás között. Szóval az én konklúzióm az lenne, hogy ha sokat fotózol éjszaka, vagy mondjuk sötétebb környezetekben, akkor itt látványosan érezhetően jobb lesz a minőség, de egyéb iránt pedig szinte ugyanazt nyújtja, mint a Pro. Üzemidő. A 11 Pro Maxhoz képest kisebb, 3687 mAh telepet kapunk, amivel az üzemidő természetesen kevesebb az elődjénél. Szintetikus tesztek alapján kb. Fél órával tovább tudsz videókat nézni a 11 Pro Maxon, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy így is remekül bírja. A telefont szombat este 8-kor vettem le a töltőről, aznap kb. Csak 23 percet használtam, vasárnap a tevékenységeim nagy részét az Instagram és a Messenger tette ki, de elég sok levelet is megválaszoltam, hétfőn pedig előtérbe jött a Facebook, de a benchmark teszteket is aznap futtattam, plusz videóztam, fotóztam. Hétfőn délután fél 5-kor volt 17%-on, tehát a másfél nap bőven megvan 5 és fél óra kijelződő mellett, de beszéltem Balázsral is, aki 8 óra fölötti kijelződőt hozott össze, elég sok youtubeozással. A mini tesztemben is említettem ezt a MagSafe kiegészítőt, ez itt is elég jól tartja a készüléket, bár mivel kb. 100 g-mal nehezebb maga a telefon, hamarabb is el fogja engedni a mágnes. A tartórejével igazából nekem nincsen problémám, itt maga az elképzelés az, ami nekem nem jön át, bár ez talán előrevetítheti azt is, hogy előbb-utóbb a Lightning csatlakozó is eltűnik majd az iPhone-okról, már hogyha az Apple nagyon-nagyon beleáll ebbe a vezeték nélküliségbe. Ez még nyilván a jövő, és én is csak tippelgetek. Összegezzünk. Az iPhone 12 széria teljesítményével a kisebbik modelleknél sem volt gond, természetesen itt sem lesz vele gond. Aki a nagyobb kijelzői behemótokat kedveli, annak itt van mivel gazdálkodnia, a Pro Max emellett üzemidőben, hangszóróban és kamerákban fog eltérni a sima Pro-tól. A kisebb modellek leginkább egy napot bírnak, náluk ugye a magas képfrissítés még jobban szívta volna az üzemidőt, ami kellemetlen lett volna, nyilván itt is, de itt az a pár óra talán nem lett volna akkora áldozat, cserébe mondjuk legalább 90 Hz-es panelért, vagy legalább lehetne opció a 90 Hz. Akinek ez nyilván fontos, vagy legfontosabb szempont készüléknél, annak temérdek választási lehetősége van az androidos palettában, de hogyha te jelenleg a legjobb, legnagyobb iPhone-t szeretnéd, akkor itt van az iPhone 12 Pro Max 480 000 forintért. Sajnos nem tudtam hosszabb távon tesztelni, de remélem, hogy minden lényegi információ elhangzott ebben a videóban. Köszönöm szépen az iStyle-nak, hogy kölcsönadták a Pro Max-ot, illetve a Minit. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!